A vártnál magasabb visszamenőleges emelést kapnak a nyugdíjasok novemberben. A Magyar Közlönyben hirdette ki a kormány, hogy 0,7% helyett 1,2%-os lesz a növelés mértéke. Ebből az is következik, hogy legalább 4,8%-os éves inflációval számol a kabinet. A stúdióban Dávid Ferenc. Oké, közgazdász, a Demokratikus Koalíció szakértője, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Ugye megjelent a rendelet, kezdjük a nyugdíjkiegészítéssel, visszamenőleges hatályú, ez talán még nem is meglepetés, az 1,2% az önnek meglepetés volt? Hát ugye kevesebbet vártak abból az inflációból, ami jósolva van. Hát nehéz válaszolnom, hogy egyébként közgazdászként és normakövető emberként meglepetés volt, hiszen nem ennyi járt volna, hanem kevesebb, de ugyanakkor, amióta tudjuk azt, hogy a miniszterelnök azt hiszem 10 napja pénteken bejelentette, hogy az egyheti kifizetés helyett jövő februárban kifizetik az összes 13. havi juttatást, akkor innentől kezdve, és akkor bele is csaptunk a lényegbe, tehát megint kiderül. De ez ennek szól, a választásnak szól, vagy annak szól, hogy magasabb lesz az infláció? Ugye kettőnek szólhat, már hozzáteszem a 4,8%-on is majd még érdemesen beszélgetni. Teljesen egyértelmű, hogy a választásnak szól, hiszen itt megint arról van szó, hogy egy embernek az önkényes döntéséről van szó. Tehát igazából ugye az egyik szemem természetesen nevet, hisz nagyon örülök annak, hogy a nyugdíjasok ugye egyrészt kapnak prémiumot, egységesen kapják, ez különösen fontosnak tartom a 80 000 forintot, és ugye kapják a vártnál magasabb korrekciót. De alapvetően rendkívüli módon elkeserít, hogy egy ember vagy egy szűk kabinet döntésén múlik az, hogy Magyarországon ki milyen juttatásban részesül nyugdíjként. Tehát úgy tűnik, mintha egy adomány lenne, egy kegyi lenne, holott a magyar nyugdíjasok azt várják el, hogy egy stabil, kiszámítható és rendszerszerű nyugdíjat kapjanak. Tehát itt mindig azon izgulni, hogy vajon milyen lábbal kell fel a miniszterelnök, hogy mennyit ad Erzsébet utalványból, hogy mennyit ad bérprémiumba, ez azért elkeserítő. Ha már az inflációt is szóba hoztuk, akkor maradjunk is egy pillanatra itt, mert hogy holnap közli, ha én jól tudom, a KSH a szeptemberi inflációs adatot. Mennyi lesz, mit mond? Portfólión láttam egy elemzést, ők azt jósolják, hogy 9 éves csúcson is lehet 6% fölött. Én nem számok azok komoly dolgok. Én azt gondolom, hogy az is elég megrázó volt, hogy a mostani emelés, amit bizonyít, hogy a 4,8-szor már a kormány számol. Hát és akkor megint kitör belőlem a közgazdász. Mennyi volt az év elején az inflációs prognózis? 3%. Ehhez képest tévedni a 4,8-ra, az nem egy 10%-os tévedés, az több mint 50%-os tévedés. Na, de azért elég sok minden történt a világgazdaságban is, meg a benzinárban is, meg ugye... Bennek teljesen igaza van, csak már januárban a Magyar Nemzeti Bank jelezte, hogy tarthatatlan a 3%. Tehát az év elején is tudhattuk, hogy ez tarthatatlan. A másik probléma a 4,8-al, illetve a nyugdíjas kosár, ami ennél alacsonyabb, hogy én most hogy mutatta, hogy valami nagyon-nagyon, hogy mondjam, nem stimmel. Én megnéztem a július-júliusi összevetéseket. A napraforgó étolaj 30%-kal, a csirkemellfilé 15%-kal, a fejes káposzta 13-mal, a zuborka 12-vel, a csirkeszány 12-tel, a csirkecumb 12-vel. Hogy jön ki ebből a 4,8? És ebből hogy jön ki a nyugdíjas kosár? Tehát én azt gondolom, hogy még most is kimondhatjuk azt, hogy ennek az elmúlt időszaknak, most én a 10 éves táblatban beszélek, ennek a legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok. Mit lehetne tenni azért, hogy ne szabaduljon el az infláció? Róna Péter azt mondta, hogy nekem, hogy évvégére akár 7% is lehet, és jó, az legyen jóslás, de nyilván van ebben igazság, látjuk, hogy kúszik fel az infláció. A jegybank lépett 4-szer, ha jól számolom. 3-szor 4-szer, igen. Háromszor 30-at, és egyszer 15-öt, az volt a negyedik 2 hete. Mit lehetne tenni? A csehek duplázták a jegybanki alapkamatot. Én a jegybanknak a lépéseit nem minősíteném, nyilvánvalóan ezek próbálják mérsékelni. De a magyar inflációnak, a mostani vágtató inflációnak, hogy mondjam, van előélete. Hát ha belegondol abba, hogy a kormány a jövedéki adókkal például nem segítette azt, hogy ugye most már 500 forintos benzináron számolunk, pontosan tudjuk azt, hogy az üzemanyagárak azok minden termék árában, minden szolgáltatás árában bepöröknek. Azt is el kell mondani, hogy a magyar állam, amikor például a COVID
időszak alatt kivetette a kereskedelmi nagyvállalkozókra, a multinacionális nagykereskedőkre tavaly nyáron a különadót, csak nem gondolta valaki is, hogy azt a kereskedők le fogják nyelni. Ezért szoktam néha mosolyogni, amikor azonnali áfa csökkentést követelnek sokan. Áfa csökkentést lehet követelni, van is értelme, de attól a fogyasztói árak nem fognak csökkenni. Tehát én azt gondolom... Akkor hogy, mi lehet a megoldás, mert itt még 200 ezer forint lesz a minimálbér, bocsánat, az még tovább pörgetheti az inflációt. Pont ezt akartak, belecsapott a közepébe, hogy a 2015. év óta egyébként, hogy van, munkavállalóként nagyon támogatott bérrobbanás, az évenkénti 8-10%-os bérnemekedés, azt gondolta valaki, hogy nem fog beépülni a termelői és fogyasztói árakba, azt nem tudja lenyelni a vállalkozás. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a gazdaságot most nem fűteni kellene, ez egy nagyon laza monetáris politika volt, és nagyon lazán kaptak, nagyon tömegmentek ki a hitelek, de ez egész folyamatot, hogy szoktuk mondani, amikor nagy izzás van, akkor nem tovább kell olajat önteni rá, hanem ezt egyfolytában mérsékelni kell, és a Magyar Nemzeti Banknak kommunikációs feladata is lenne ezzel kapcsolatban. Na de hogy lehet mérsékelni? Mert a minimálbér 200 ezer forint lesz, ezt a magyar miniszterelnök tulajdonképpen bejelentette, bár ha jól tudom, most zajlanak a tárgyalások a munkavállalói oldal. Formális tárgyalások zajlanak, megállapodtak, ez a kétszer bemondta a miniszterelnök, hogy mennyi lenne 200 ezer, így lesz a garantált bérminimummal is, annyira azt, amelyet ők mondanak. Én azt gondolom, hogy az Orbán kormánynak nem érdeke most egyébként ezt az inflációt mérsékelni. Megmondom miért. Ők ugye csak arra játszhatnak politikai megközelítésben, hogy megnyerik ezt a választást. Na most, ha megnyerik ezt a választást, a nyugdíjemelést, a béremeléseket el tudják inflálni, és ebből egyébként óriási költségvetési bevételt tudnak szerezni. Azért már most tudjuk, hogy a 2022-es költségvetés egy elképesztő nagy hiánya lesz. Ezzel a felpörgetett inflációval, ezzel rendkívül sokat be tud hozni. Gondolja csak még, senki nem fog kevesebbet autózni azért, mert 500 forint a benzinár. Az a pénz egyébként, ami a magasabb minimál bérből fakad, az a pénz az a fogyasztáson keresztül egyrészt a személyi jövedelemadóból be fog jönni, kettő be fog jönni áfába, be fog jönni önkormányzati iparűzési adóba. Tehát ezek nem kell, tehát ők nem félnek ettől, szokták ezt gúnyosan mondani, nincs az a béremelés, nincs az a nyugdíjemelés, amit nem lehetne fél éven belül elinflálni. Elfogják. Én nagyon fontosnak tartok a nyugdíjjal kapcsolatban, még egy mondatot, talán legfontosabbnak tartok. A vegyes indexálás és az infláció követő közti nyugdíjnak most már mindenki számolja, hogy mit vesztettek a nyugdíjasok. Én megnéztem, nem sorolok hosszú adatsort önnek. 2020-ban a magyarországi átlag nyugdíj 147 ezer forint volt. Ha lett volna vegyes indexálás, ez a 147 ezer forint 175 ezer forint lenne. Tehát a nyugdíjasok minden hónapban elvesztettek több mint 25 ezer forintot, csak egy év vonatkozásában mondom, és ha ezt kiszámolom 10 év táblatában, itt 1000 milliárdos nagyságrenddel rövidítették meg a nyugdíjas társadalmat. És ha megenged még egy számot a nyugdíjasokkal kapcsolatban, tudom, hogy nagyon szorít az idő, és nagyon nehéz számokat mondani. 10 évvel ezelőtt a magyar bruttó hazai termék, a GDP 9,7%-át tettek ki a nyugdíjkiadások. Ma ennél 2,5%-kal kevesebbet, 7,2%-ot. Tehát az államháztartásban a nyugdíjasok most kisebb arányban részesülnek. De nem azért, mert kevesebb nyugdíjas van. Nem azért, mert kevesebb nyugdíjas van. Egy öregedő társadalomban olyan se kevésen nem lehetnek, nem lehet kevesebb nyugdíjas. Ez nem kérdés volt. Ja, bocsánat, azért meg kell magyar. És még egy számot engedjen meg. A nyugdíjak és a bérek viszonyát. 2010-ben a helyettesítési ráta, ami azt jelenti, hogy egy átlag nyugdíjas elment nyugdíjba, a korábbi nettó jövedelmek a 72,4%-át kapta meg, durván a 3/4-ét. Ma alig több, mint a felét, 54,7%-ot. Na ez mutatja azt, hogy a vegyes indexálást jövőre az első közt kell visszahozni, hogyha kormányváltás lesz. Hát sokat fogunk még erről beszélgetni, az egészen biztos. Dávid Ferenc, köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm, hogy meghívott.